Két ATV-s műsort is jelöltek idén a televíziós újságírók díjára. Talkshow kategóriában a csatorna napi műsora a Jakubcsek Plusz. Kvíz kategóriában a Róna Jegon által vezetett 500 az ország géniusza is esélyes a díjra. Az elismeréseket március 25-én adják át a Budapest Music Centerben. Hatodik alkalommal adják át a 2014-ben alapított televíziós újságírók díját. A díj Magyarország egyik legrangosabb szakmai értékmérőjének számít. Az elismerést a legfontosabb szak- és hírmédiumok vezető újságíróiból álló szakmai zsűri adja át 12 kategóriában. Az ATV két műsora is ott van a jelöltek között, talk show és vetélkedő kategóriában. Cápákkal versenyzünk, tehát igazi mamutokkal, egy ekkora költségvetésű tévétől ez is már egy óriási teljesítmény. Korábban erre nem volt példa, ez a hatodik gála, az első jelölés kapásból két jelölés. Nagyon büszkék vagyunk erre, de azért titkom, mi mindig győzni akarunk, a legnagyobbak ellen is. Jó estét kívánok! A szakmai zsűri talkshow kategóriában a Jakubcsek Gabriella által vezetett napi műsort a Jakubcsek Pluszt is jelölte. A DTK elviszlek magammal és a lakás talkshow mellett. Hallatlanul boldog lennék, hogyha civil emberek elismerést kapnának, mert az a stáb, akivel mi ezt a műsort együtt készítjük, az nagyon megérdemelne egy kis sikert, mert nagyon sok munkát tesz bele a mindenesti szeretettségbe. Tehát az, hogy ez a minket ennyien néznek, azért külön köszönet. A vetélkedő kategóriában induló 500 az ország géniusza című műsor vezetője Rónai Jegon is örömmel vette tudomásul, hogy jelölték műsorát. Megtisztelő, nagy öröm. Már csak azért is, mert az ember fél egy kicsikét, amikor tudás alapú vetélkedőbe kezd. Ugye nekem ez az első volt, ráadásul bennem ez külön megvolt. De meg azért is, mert mintha nem lenne ez akkora divat. És a vetélkedő óriási sikere azt mutatta, hogy a tudásra való szomjúság az nem múlik el. Az úgy látszik, most is megvan a társadalomban. És hogy a televíziós újságírók is úgy érezték, hogy ez egy páriát ritkítóan jó vetélkedő, annak meg persze külön örülök. Hogy melyek lesznek kategóriánként a tavalyi év legsikeresebb hazai televíziós teljesítményei, az március 25-én a Televíziós Újságírók Díja ünnepélyes gálaestjén derül ki a Budapest Music Centerben.